Orosz Klára 25 éve Pécsett élő és alkotó képzőművész. Pécsett a PTM művészeti karán szobrászművészként végzett és doktorált. Most a NIK galériában nyílt kiállítása. Van olyan, aki ezzel foglalkozik, a tudományterület, tehát olyan tudományterületen tevékenykedik, engem nem ez a... Szóval ami itt a hátsó térben látható, és azt mondták, hogy az túl sűrű, meg nem tudom, én olyat szerettem volna az egész térbe, egy ilyen labirintusszerű, organikus forma, ami az én vízióm, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, az volt, és azt a térrészt, azt valószínűleg a workshopon meg is hagyjuk, és ezeket fogjuk itt átépíteni, de ez még így kialakulóban van. Itt például úgy van rendezve, hogy a lapok, hogy a síkon a lap fekszik, ott a hátsó lap pedig az élén. És akkor mindegyiket úgy kellett hozzáépíteni, mert az a logikai rendszer. Tehát, hogy vannak ilyen alapgeometriai adottságok, amit követni kell, viszont elég sok variáció létrehozható, amit még én sem próbáltam ki, és majd szeretném így a közönséggel együtt. A dokumentációt azt én magamnak csinálom elsősorban, mert nem tudom, hogy ez hol lesz majd bemutatva. Lehet, hogy a Facebookra párat felteszünk a NIK galéria oldalán, de ezt a folyamatot leginkább engem izgat ez a folyamat szerintem. Most lenne érdemes így végigjárni majd a kamerával a különböző tárgyakat, mert abból látszanak a rendszerek, hogy mondjuk egy gömböt is föl lehet építeni. Ebből 150 darab van most a kiállító térben, és ezeket azért vannak ilyen kötözőkábellel rögzítve egymáshoz, hogy az az ideiglenes állapotot is mutatja, hogy ezek bármikor elvághatóak, és újra átépíthetőek. És ezt fogjuk csinálni majd a workshopon a résztvevőkkel, hogy új rendszer, másfajta rendszereket hozunk létre, mert ezek, amiket itt látunk, ezek egy-egy lehetőség, de bárhogy átépíthető más geometriai test, vagy installáció, tehát hogy bármilyen rendszer, nem bármilyen, nyilván a rendszer szabályait követve létrehozható újabb formák, újabb installációk. Adok egy lehetőséget a közösségnek, hogy tovább, vagy a közönségnek, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, de a maga a kivitelezés is hetekig tartott, tehát ezeknek a fa elemeknek a legyártása, a csomópontok, tehát ahogy ki lett találva a gyárthatóság, ezekben nem vett részt a közönség, hanem az átrendezésbe fog részt venni, az átépítésbe, tulajdonképpen a játékba. Változik, folyamatosan változik. És a végén pedig 30-án meg lesz egy finisszázs, amit Készman József tart, egy ilyen záró esemény, ugyanúgy, mint egy megnyitó, lesz egy ilyen záró esemény, amire szintén várom a közönséget. 4 éve kezdtem el foglalkozni a platoni szabályos testekkel, ami már itt Pécsett is ki volt állítva az M21 galériába, egy közös szobrász csoportos kiállításon, és végül is ez annak a folytatása, mert itt meg egy a dodekaédernek a sokszoros, vagy a sokszorosítása történt. Ezek dodekaéderek, a platoni szabályos testekből az egyik, amit Platón, vagyis hát később Arisztotelész éternek definiált. Ezek ilyen modulárisan összeépíthetők, amiből hát egy ilyen nagy installációt hoztam létre, és hát vannak különböző, ami ilyen körplasztika-szerű, és a másik térben meg inkább ilyen installáció jellegű, hogy ilyen labirintusszerű, ami közé bemehetnek a nézők, és tervezek workshopokat is, ahol átrendezik hát, hogy én is itt leszek, és a segítségemmel együtt a nézők bekapcsolódhatnak a tárgyak építésébe, átrendezésébe. És ezeket a workshopokat mindig dokumentáljuk, tehát a kiállítás ideje alatt ezek folyamatosan újraépülnek, változnak, és tehát ez az egész folyamat, ami engem érdekel.
már a gyártástól kezdve a folyamatos átalakításig a néző bevonásával. Nagyon fontos az interaktivitás. Nyilván nem úgy, hogy bejön, és akkor rámásznak a gyerekek, meg így elkezdik önállóan átépíteni, hanem ez egyfajta kontrollált dolog lesz, hogy ötleteket várok, hogy építsük át, viszont muszáj az én jelenlétem ehhez, hogy ez megfelelően történjen, hogy a műtárgyak se sérüljenek. A közönséget augusztus 10-én, 17-én és 22-én 16 órától 19 óráig várják a workshopokra. Ekkor alakíthatják át az installációkat közösen a képzőművésszel.